Jó napot kívánok, kedves nézőink! Valószínűleg két kezünkön meg lehet számolni azon magyarországi települések számát, ahol a polgármester 6-7 cikluson keresztül vezette a települést. Fürged, Tornamegyében ilyen. Köszöntöm Barkóczi Józsefet, a település polgármesterét. Polgármester úr, hogy lehet 7 cikluson keresztül vezetni egy kis települést? Hát nagyon egyszerűen megválasztanak. Szóval, hogy is mondja, ez volt a rövid válasz. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 90-ben is indultam, mint polgármester jelölt, akkor még két fordulós volt a választási rendszer. Az első kört megnyertem, a másikban pedig 3 szavazata alól maradtam. És volt 4 évem, hogy fölkészüljek igazából a polgármesterségre. Tehát van jó minden rosszban. Én azt arra használtam föl, hogy amit tudtam, törvények után olvastam, meg hát akkor volt a nagy változás ebben az országban, igazából a privatizációtól kezdve a kárpótlás minden, tehát az ember erre folyamatosan tudott készülni, és előnyöm volt utána a következő választáskor, hogy a lakosság jobban el tudjon fogadni. Még mielőtt az első kör elindult, volt egy kép a fejében, hogy milyen települést szeretne? Persze, hát ugye az én múltam eléggé viharos volt, kiszeztem, voltam egy darabig tagja az MSZMP-nek is, és pár év működés után kiléptem, mert úgy gondoltam, hogy ha titkos rendőri eszközökkel figyeltetnek, mint MSZMP tagot, akkor valami nagyon nagy hiba van a rendszerben, és talán 2 vagy 3 évig voltam tagja az MSZMP-nek, és akkor kiléptem a pártból. Egy napig agitáltak egyébként, hogy ne lépjek ki, de nem tudtak már akkor meggyőzni. És közben ösztönösen kerestem azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudnám jobbá tenni a településnek az életét, illetőleg hogyan tudnám fejlődési pályára állítani az igencsak elmaradott településünket. Mi fát tett a tűzre, hogy megfigyelték? Hát, tanultam föl 82-ben a kis iskolán Budapesten, és behívtak a rádióba vitaműsorokban. És hát nem bírtam megállni, tehát amit én gondoltam, általában ki szoktam fejteni a véleményemet, és hát nem aratott osztatlan sikert. Úgyhogy amikor vége volt annak a központi kisiskolának, egyedüli voltam a 3 év folyamon, aki semmiféle funkció nem várt utána, és ez nem volt véletlen. Az akkori járási kisbizottság titkára mondta, hogy Józsi, ha te látnád a minősítést, amit rólad írtak, akkor igazából elbuldokolnál a világból. Hát mondjuk nekem ez dicséret volt, én úgy fogtam föl, hogy igazából nem álltam be az elvakult hitű kommunista dolgokba, hanem másképpen láttam a világot. És közben olyan ellenzéki ismerőseim is voltak Budapesten, akik egészen másképpen gondolkodtak. Én, mint falusi gyerek, ugye én is friss szemmel láttam a dolgokat, és ez meghatározta utána a jövőmet, hogy merre kell indulni tovább. Mikor döntött az életében arról, hogy közéleti szerepet vállal? Hát már a kiszes időben is így volt, ugyanis nálunk, amikor mi kiszeztünk, nem a mozgalmi jellege volt fontos, hanem hogy a közösséget tudjunk kovácsolni a településen. A fiatalok akkor abban az időben, hogyha presszóba ültünk, összetoltuk az asztalokat, beszélgettünk, jól éreztük magunkat, közös programokat szerveztünk, ebben mindig az volt a lényeg, hogy nem az úgynevezett nagy mozgalmi múlt vagy a jövő, hanem az, hogy jól érezzük magunkat, és közös dolgokat tudjuk csinálni a településért, meg a saját érdekünkben is természetesen. Segít egy közösségi gondolkodásban az, hogy valaki egy kis településről jön, ahol egyébként is sokkal erősebb egy közösség? Hát én azt mondanám, hogy igen, mert itt azért az emberek sokkal jobban ismerik egymást, mint egy városban, ahol ugye elmennek egymás mellett, ugye az ember nem is tudja, kivel találkozott a metron, vagy a buszon, vagy akárhol, azért egy 800 lelkes településen mindenki ismer mindenkit, egészen másképpen határozott meg a sorsunkat, meg a létünket, de egy nagyvárosban például persze, hogy van ennek jelentősége. Soha nem akartál menni innen? Nem. Lett volna lehetőségem, de... Főleg, amikor már polgármester lettem, lett volna lehetősége más politikai karrierre is, de örökösen nemet mondtam, mert itt kézzel foghat, amit csinálsz a településedért. Tehát itt nem kell nagy dolgokat kigondolni, hanem építesz egy utat, egy kultúrházat felújítasz, vagy egyébként a településért dolgozol, itt sokkal kézzel foghatóbb, mint hogyha nem tudom, milyen politikai pályára kerül az ember, és igazából elvész a sok tehetséges és kevésbé tehetséges ember között. Fontos az életében az azonnali visszajelzés? Persze, hogy fontos, igen. Nap mint nap, amikor az ember beszél emberekkel, vagy találkozik velük, ugye folyamatosan jelzéseket kap. Én az a típusú ember vagyok, aki a bírálatokat is szívesen fogadom, mert abból is lehet építkezni.
nem mindig esik jól az embernek, de utána hazamész, lefekszel, és akkor éjjel pörög az agyat, hogy amit mondtak, talán volt alapja annak igazából, és sokat lehet vele tanulni. Persze ahhoz nem kell annyira hiúnak lenni, hogy az ember azt higgye, hogy ő tud mindent jól, tehát a bölcsekkőben állam van, hát nem így van igazából, nem így működik ez. Ciklusról ciklusra építkezett? Igen, elmondhatom, hogy azért az első 4 évem az olyan volt, hogy mindenkinek meg akartam felelni fürgeden. Tehát ritkán mondtam nemet, általában, ha valaki beszélt velem, mindig neki adtam igazat. Ez a tipikus olyan dolog, hogy mindenkinek meg akarsz felelni, ez így nem működik egyébként. És ma már odaáll, és azt mondja, hogy nem? Igen. Nem jó dolog ám egyébként, mert hogy is mondjam, nehéz nemet mondani, viszont szükségszerű. De az első 4 évem az olyan volt, hogy szeretek az emberek, éreztem folyamatosan, csak hát előbb-utóbb az ember ebbe beleúni és meghasonlik saját magával, hogy akkor nem fog tudni maradandó dolgokat alkotni, hogyha úgy éli az életét, hogy mindig másoknak akar megfelelni. Természetesen egy közéleti embernek, egy polgármesternek azért kell dolgozni, hogy a település érdekét szolgálja, de ott is egyfajta rangsort kell felállítani, mi a fontos a településnek, mi a fontos az ott élő embereknek. És akik nap mint nap jelzést tesznek neked, hogy ez kellene, meg az kellene, nem biztos, hogy ők jól látják a dolgokat, mert hogyha te ilyen dolgokra vállalkozol, akkor van egyfajta elképzelésed a településed jövőjével kapcsolatban. Ugyanakkor meg egy sokkal erősebb társadalmi kontroll van. Igen. Ami azt gondolom, hogy befolyásolja a gondolkodást. Tehát úgy végigmenni az utcán, hogy tudja, hogy minden házból ki fognak szólni, az egy másik. Hát van ám egy jó módszer, nem az utcán mész, hanem beülsz az autóba, és akkor autóval mész végig, de az nem mindig célra vezető, de igazából, hát ha az ember gyalogosan ment, akkor sokszor megállították az embert, beszélgettünk. Egyébként ez ma hiányzik az emberek életéből, az enyémből is hiányzik, hogyha megyek az utcán, mivel közben meg annyira tenni akarok valamit, meg fontos dolgaim vannak, és ez egy átlag ember azt nem tudja, hogy éppen viselkedik, most azért sietek, mert akkor odaérják valahova, vagy fontos elképzelésem, vagy megbeszélésem van, hogy azért siet az ember. De öregek napján, például amikor rendezvényünk van ott a településen, akkor ráérünk beszélgetni az emberekkel, vagy falunapkor, akkor derül ki igazából, hogy ez a személyes kapcsolat mennyire fontos az emberek életében. Tesz érte, hogy ez egyébként megmaradjon a településen? Vagy tud tenni érte? Hát van bennem elég sok hiányérzet ahhoz képest, hogy a 7. ciklusomat kezdtem el 2 éve, mert vannak még olyan adósságim az emberek felé, amit nagyon fontosnak tartok. És hogyha most nem látnám annak a lehetőséget, hogy ezt meg tudom valósítani, akkor nem is indultam volna, mint polgármester jelölt. Itt nem tudom, hogy Tamási felé jöttetek egyébként, Tamási felé, ott van egy borzalmas útszakasz, ami most már lassan 20 éve mérgezi az emberek életét, és most már csak azért indultam ebbe az utolsó 5 évbe, hogy azt az utat mindenképpen meg akarom csinálni, mert nagyon fontos a településnek. Ebben is lehet egy olyan fajta rutint szerezni, már hogy egy település vezetésében, amitől hát nem mondom, hogy GPS, de hogy kis újból elvégzett munkák legyenek, vagy minden nap egy kihívás? Minden nap egy kihívás, mert hogyha az ember azt mondja, hogy kis újjából kirázi, az nem igaz egyébként. Az azt jelenti, hogy lélektelen, meg igazából nem is jól méri fel az ember azokat a dolgokat. Ezen kell azért folyamatosan agyalni, sőt, akár még új módszereket is lehet tanulni. Amikor első alkalommal össze szoktunk jönni a választások után polgármesterek, ugye a Tamási térségben most utoljára 14 új polgármester lett. Na most az ember azt gondolná, hogy ezek zöld fülek, meg nem tudnak semmit, de nem így van ám egyébként, mert van egyfajta elképzelésük, ami emlékeztet arra, hogy amikor én indultam, én hogyan láttam a dolgokat, és ők most hogyan látják. És nagyon sok tanulsága van ennek, és nagyon sokat lehet tőlük is tanulni, úgyhogy ők nem ismerik ezt a fajta munkát, hogy mi az, hogy polgármesterség. Ez olyan kölcsönhatása van, hogy ők is tanulnak tőle, meg én is tanulok tőlük egyébként újra friss szemléletet, meg másfajta módszereket például. Jönnek kérdezni az újak? Igen, jönnek, megkerestek, és annak nagyon örültem, meg én is felajánlottam, hogyha bárkinek tudok segíteni, akkor kereselek meg egész nyugodtan. Úgyhogy volt rá precedens, úgyhogy örültem neki, meg ők is örültek, hogy én segítettem nekik. Nyilván az idő előre haladta, nagyon sok mindent változtatott a településen. De az a településkép, ami 7 ciklussal ezelőtt volt a fejében, és az a településkép, ami most van a fejében, az mekkora különbség egymáshoz?
Hát, hogy olyan 90%-os a megvalósulás, mint amit akkor elképzeltem magamnak, ami nekem nagyon fontos, amiről az előbb utaltam, az út problémánk. Mi olyan elátkozott település vagyunk, hogy a közutak elkerülnek bennünket, az összes út, amit van bent a faluban, ez önkormányzati tulajdonút. Tehát sokkal többet kell vele görcsölni, meg dolgozni, hogy legyenek új útjaink, mint egy másik településnek, amelyen keresztül megy a közút például. És ilyen szempontból azért elgondolkodtató, hogy másnak ez könnyebben megy, mint nekem, mert egy kerékpár utat manapság jobban, vagy könnyebben meg tudnak építeni, de egy településnek fontos utat, például a Fürget, Kecseget, a másik közötti utat. Vagy mondhatnám akár a 6407-es számú utat, ami Nagyszokolyt kötné össze Fürgeddel, és úgy igazából a 64 és a 65-es utat kötné össze. Ez is valami oknál fogva nem tud megvalósulni, pedig igazi térségfeltáró út lenne. Tehát vannak itt érdekes dolgok, meg van még tenni valónk is igazából. Hogy lehet egy kis település polgármestereként lobbizni? Pontosan úgy, hogy egy eldugott kis településről beszélünk. Hát úgy lehet lobbizni, hogy elég régóta ismernek, azért 12 évig tagja volt a megyei közgyűlésnek, a munkahelyi tanácsnak, és igazából azért a nevemet megismerték. Sőt, egyedüli polgármesterre voltam sokáig a Fidesznek Tolna megyében. Úgyhogy eléggé nagy respektem volt ilyen téren. Aztán persze, hogy múlik az idő, jönnek új arcok, és az ember egy picit úgy érzi, hogy hát kicsit már háttérbe került, de ennek olyan nagy jelentősége nincs igazából. Mennyire köti le az idejét a polgármesterség? Igyekszem minden másra is időt fordítani, az igyekszem diplomatikus lenni, mert nem vagyok szakbarbár, tehát nem abból áll az életem, hogy csak polgármester vagyok, imádok kertészkedni, szeretem az állatokat, zenét szeretek, költészetet, szóval az igazság, hogy az élet úgy teljes, hogyha az ember több mindennel tud foglalkozni, és ráadásul az mindig plusz energiát ad az embernek, hogyha ki tud kapcsolódni, és akkor utána fokozott erővel tudja a munkáját végezni. Hagyják, hogy más is legyen, mint polgármester? Vagy vasárnap délután is kopognak az ablakon? Én megszoktam már egyébként. Tehát az igazság, hogyha hazamegy az ember, valaki telefonál, ha ügye van, akkor persze fölvesz az ember a telefont, és próbál segíteni nekik. De általában én nem nagyon szeretem, hogyha hétvégén keresnek, mert azért vagyok hétközben, hogy akkor keressenek, de azért még senkinek nem haraptam le a fejét, hogyha akkor szokott megkeresni, amikor otthon vagyok. Azt mondják önről, hogy egészen jól énekel és egészen jól főz. Nem tudom igazából. Én szeretem, amit főzök, meg az igazság, hogy pára mondták már, hogy hát olyan jó brassait, hogy meg nem ettek, mint amit én csináltam. Ez egy jó dicséret, vagy olyan Varga Béles például. Az éneklés meg olyan, hogy azért tisztában vagyok az adottságaimmal, mondjuk sztárénekes soha nem lennék, én szeretek énekelni. Meg ha azt látom, hogy örömet tudok szerezni másoknak, akkor szívesen énekelek. És komolyan készülök rá ráadásul, tehát nem veszem félváról, hanem rengeteg próbálok olyankor, szóval gondolkodom rajta. Meg hát be kell épülni a torokba a bizonyos hangoknak, hogy ez bemenjen oda, és lehessen elénekelni dolgokat. Nem érezte soha, hogy veszélyezteti a polgármesteri presztízst, hogy kiáll a színpadra egy falunapon és énekel? Nem. Egyszer is, ha azt láttam, hogy hát bohóckodásnak fognák fel az emberek, azonnal behagytam volna, de nem. Hát ez elég régóta, 20-valány éve csinálom az éneklés is egyébként. Sőt, előtte verseket mondtam, volt irodalmi színpadon például. Szóval ez már jó 30 éve történt, hogy bemutattunk színdarabokat a településen például. Úgyhogy. Abba hagyta, amióta polgármester? Részben. Ha nincs olyan csapat melletted, akik hasonlóképpen gondolkodnak, illetőleg látná bennük késztetést, hogy ők is ilyenfajta tevékenységet végezzenek, akkor most is lenne. Most a vírus miatt nincs egyébként, mert van egy nagy jó helyi néptánc csoportunk, ők működnének szegények, hogyha tudnának ebbe a vírusos világba. Tehát mindig vannak az olyan emberek, akik szeretnék jobbá, szebbé tenni a település életét. Volt helyi népdalkörünk is például, csak nagyon sokan meghaltak, kiöregedtek, és kellene az utánpótlás. Értéket menteni az polgármesteri feladat is, meg kultúrember feladat is. Így van, így van. Mind a kettőben azt gondolja, hogy helytáll? Szeretném azt hinni, hogy így van, igen, igen. Mi az, amit az utat mesélte? Mi az, amit értéknek tekint a településen, és mindenféleképpen menteni próbálná? Volt nekünk 5 vagy 6 éve egy pályázatunk, egy uniós pályázat, minden, ami belefér, az volt az elnevezés,
és ez ilyen közösségfejlesztő pályázat volt, 149 millió forint volt rá meghatározva, ezt nyertük meg abban az időben. Ez egy tartalékprojekt volt a Tamási térségben, és úgy gondoltuk, hogy ezt eltapsolni közösségfejlesztésre nagyon nagy luxus lenne. Mi kitaláltuk egy varrodát létrehozunk, és gumi belsőből varrunk majd táskákat, ami egy egyedülálló dolog lett volna. És ebbe belevágtunk ebbe a dologba, és egy nagyon szép varrodát csináltunk. A start közmunkába most is működtetjük egyébként ezt a varrodát, csak lassan elfogynak már az emberek. Igazából, aki valóban értékteremtő munkát végez, az azt kellene ahhoz, hogy rendes munkahelyük legyen, tehát nem közfog is foglalkoztatás, hanem ténylegesen dolgozzanak, egy cég átvegye őket, és akkor alkalmazza őket, mondjuk. Most ezért dolgozom egyébként pár hónapja, hogy egy budapesti céggel karöltve, tehát megszűnje maga a közfoglalkoztatás varrodában, hanem egy mint rendes alkalmazottak úgy kellene dolgozni ezeknek az embereknek. És akkor esetleg még több ember föl tudnánk venni egyébként a varrodába dolgozni. Látja annak a veszélyét, hogy elöregszik a települése? Nálunk nem is az, hogy előregszik, mert elég sok fiatal is van. A romák arány elég nagy Fürgeden egyébként, de épp a múlt héten a népességes kollégám mondta, hogy tudom mennyi most a település lélekszám, mondom, 700 valamennyi, és 690 főre csökkentünk le. Ez mióta van ez a vírusos világ, azóta következett be, hogy a település lélekszáma vészesen fogy. Ilyen még nem volt nálunk egyébként. Én mióta polgármester vagyok, 700 alá most csökkent először a lakosság szám a településen. Na most ugye ez azt is jelenti, hogy ha nincs megfelelő közlekedési lehetőség a településen, nem lesz új munkalehetőség, nehezebben járnak a vidékre dolgozni az emberek. Ide nem települ semmiféle cég, hogy munkahelyet tudnánk létesíteni. Tehát egy kis településnek ez a fajta hátrány mindig meg fog maradni, hogyha nem kapunk erre támogatást igazából. Ide nem települnek olyan kisebb cégek, akik föl tudnak szippantani helyi munkanélkülieket, de ugye mondom, hogy ha nincs megfelelő közlekedés, akkor nem jönnek ide egyébként hozzánk. Én mindig amikor az úttal példálózok, akkor elmondom, hogy hát ha ebben nem segítenek, akkor ezek a kis települések meghalnak egyébként az országban. Mit mondana ma egy fiatalnak, miért jöjjön ide lakni? Hogy hát a friss levegő. Tavaly a napelemes paneleket szereltek föl a házamra, és egy olyan villanyszerelő srác volt, aki mindenre allergiás volt. És még nálam dolgozott, azt mondja, egy percig nem folyt az óra, nem folyt a szemem, mert olyan friss levegő volt Fürgeden, hogy igazából abszolút nem zavarta. De tényleg így van nálunk, annyira szenzált, rengeteg fa van, rengeteg zöld terület, és nagyon jó levegő nálunk. Lehet erre jövőt építeni? Nem tudom. Hát ha most azt mondanám, hogy igen, akkor túl optimista lennék, de egyébként bizakodó vagyok, mert hogyha azok a tervek, amire elképzelések, amire én gondolok, megvalósulna, tehát gondolok az útépítésre, vagy munkahelyteremtésre, akkor feltétlenül mondanám, hogy igen, lehet erre jövőt építeni. De ahhoz mindenképpen szükségeltetik az út és a munkahelyteremtés. Ez alapvető dolog egy településen. Azt mondják a kis települési polgármesterek, javarészben azt mondják, hogy amíg fönn tudunk tartani óvodát, bölcsödét, addig van jövője a településnek. Óvodánk van, nem is rossz a gyermek létszám. Most igazából beadtunk pályázatot most már 2 évben az óvoda bővítésére, fejlesztése, mert kevés az alapterület. Nagyon nagy szükség lenne rá, csak ugye ez a magyar falvaknál megvan az a probléma, hogy hát egy-egy térség egy meghatározott összeget kap, amiből gazdálkodhat. Na most, ha én egyedül elvinném a 100 millió forintot, ami óvodafejlesztésre van, ez egy nagyon rossz üzenet lenne. Viszont ennélkül nem tudunk előrelépni, mert arra még szükség lenne, hogy egy korszerű óvodánk legyen, hogy ne vigyék át Tamásiba az óvodás gyereket, hanem hagyják itt Fürgeden. Iskolánk már 5 vagy 6 éve nincs alsó tagozat működött összevont osztályokkal, és nem is kellett megszüntetnünk, a szülők maguk vitték el a gyerekeket Tamásiba és Ozorára, mert úgy gondolták, hogy jobb oktatást kapnak, mint itt Fürgeden, amit kaptak például. Még sok van ebből a ciklusból, de azért gondolkodik? Mert mint milyen? Hát, hogy lesz-e 8. ciklus? Most nem mondom azt, hogy nem, mert amikor a 6. töltöttem, akkor igen, csak úgy a fele időszaknál azt mondtam, nem akarok többet polgármesterni Fürgeden. Ennek nem voltam semmi különleges oka, hogy esek belefáradtam volna, csak mondom, hát lehet unják már képemet, egyébként jó lenne egy friss arc, csak az a baj, hogy akik jelentkeztek, vagy akik szóba kerültek,
Most nekem van egyfajta mérce magammal szemben és másokkal szemben is. Ha én azt látom, hogy a jelöltek nem ütik meg azt a fajta mértéket, ami egy település elvárna, hogy az ott élő emberek, akkor igazából nekem addig kötelességem indulni és tenni a településért. Ez elég diplomatikus volt a válasz? Elég diplomatikus volt a válasz. Van kiszemelt utódja? Én amikor most a hatodik ciklus befejeztem, amikor írtam a szórólapomat, abba beleírtam, hogy akit érdekel a közélet, érdekel a közélet tevékenység, jelentkezem, én szívesen fölkészítem. Senki nem jelentkezett egyébként, senki. Bárkinek segítenék, akiben látok fantáziát, és látnám azt az akaratot, hogy ő tenni akar a többi emberért a településen, akkor nagyon szívesen megtenném. Polgármester úr, jó munkát kívánok az elkövetkezendő időkhöz, és ha úgy dönt, akkor a következő ciklushoz is. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.